Átlagos napi forgalom egy megyei városi étteremben és kávézóban. A lakosság több pénzt hagyott ott idén az éttermi szolgáltatóknál, mint az előző években. A turisztikailag forgalmas helyeken pedig kimondottan jó évet zárnak a vendéglátósok. A kis és közepes vállalkozásoknak jövőre a legnagyobb nehézséget a béremelések kigazdálkodása fogja okozni. Az 5%-os foglalkoztatói járulékcsökkentéshez bértámogatás is szükséges lenne. Így tudnák megtartani az áraikat és dolgozóikat, mondta 35 perc című műsorunkban Csekő Balázs vállalkozó. A vendéglátásban lesz egy áfacsökkentés, ami valamelyes kompenzáció, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez egy részleges vendéglátóipari áfacsökkentés lesz, mert csak meghatározott termékkörre vonatkozik, és csak meghatározott, tehát a helyben fogyasztott termékekre, ami azért összességében egy viszonylag egy durván egy ilyen 40-50%-os értékesítési rátával fog majd bízni. 27%-ról 18%-ra mérséklődik a helyben fogyasztott ételek áfája, és ez a csökkenés azokra az italokra is vonatkozik, amit a vendéglátós helyben készít el. 2018-ban tovább csökkenhet az adó nem ebben a szektorban, viszont turisztikai hozzájárulást kell majd fizetniük az éttermeknek is. A szakmában nehezményezik továbbá, hogy a mostani áfacsökkentés nem vonatkozik a munkahelyi étkezdékre, büfékre.